Én nagyon boldog vagyok, hogy itt vagyok, nagyon izgulok, nem tudom, mikor izgultam így ennyire, és mikor voltam szerelmes ennyire valamiben, amit elkezdek. És az én összes tehetségem azok ti vagytok, és azért mertem ezt ebbe belevágni, mert ilyen, tehát ennyi idő, ilyen régóta közösséget én nem ismerek, mint titeket, és nagyon-nagyon tisztában vagyok a hihetetlen képességeitekkel, és nagyon boldog vagyok, hogy dolgozhatok veletek. Na, ez van. És akkor most én nem, tehát olvasópróba lesz, aztán este majd visszaolvasó, de nem én olvasok, hanem ti olvastok. Tehát első felvonás, a pillanat, csoportkép, beállítás, összes szereplő plusz idős Magda. Aki akkor a tüzet látott, mint az én nemzedékem, annak kötelessége kiabálni, hogy emberek, vigyázzatok! Ha az Úr megtartandja életemet, ahogy a reformátusok mondják, megírom ennek a kornak a regényét. Fürelíz lesz a címe. Egyetemista voltam akkoriban. A saját szememmel láttam Hitlert Bécsben, a Hotel Imperial erkélyén. Hallottam, ahogy ordít, és megborzongtam az emberek örömújjongása. Vérfagyasztó volt. Erről beszélni kell. Ezt meg kell írnom, mielőtt meghalok. Sokkal jobb elmenni úgy, hogy mindent rendbe hoztam magam körül. Kalmár őseink voltak. Tőlük megtanultam, ne legyen tartozás. Pár éve kezembe került egy darab, amiről azt gondoltam, hogy na, ezt szívesen megrendezném, ez érdekel rendezőként. Három nőről volt benne szó, és akkor ezt említettem Gemza Péternek, aki azt mondta, hogy nagyon érdekes, beszéljünk majd róla, és aztán jött a Covid, és az elsodorta ezt az ötletet. Viszont jött egy újabb ötlet, az már Pétertől, hogy ha rendezni akarok még, akkor ő ezt ajánlja nekem. És hát ez egy mérhetetlenül nagy kihívás. Nem csak az, hogy egy regényből kell egy színpadi változatot megálmodni, hanem egy új színházban egy első előadást, mert itt erről van szó, hogy a Debrecenben megnyílik a Csokonai Fórum, és ott a nagy színpadi első előadás lesz ez májusban. Ennyi emberrel, Szabó Magda városában, ahol hatalmas nimbusz övezi az ő életművét, és százszorosan is odafigyelnek rá, hogy ki hogy nyúl a műveihez. Ebben most nem is akarok belegondolni, egyszerűen csak fölpesdített ez a kihívás, vagy új energiákat indított be bennem. És azért mertem belevágni, mert én sehol nem voltam ilyen sokáig egy közösségben, mint itt Debrecenben. 16 éve vagyok a társulat tagja. Jó részüket 16 év óta ismerem, akik később szerződtek ide, azokat vagy én szerződtettem igazgatóként, vagy a Péter, de mindenképpen ismerem őket, szerettem őket, bízom bennük, és ez egy olyan helyzet, amiben talán győzhetünk együtt. Próbáltam úgy kialakítani ezt a teret, hogy amikor megmozdul, már egy olyan momentum legyen, hogy úristen, olyan, tehát igazából olyan, mint hogyha egy kétdimenziós képet így háromdimenzióra osztanál, és akkor egyszer csak megfordul. És bárhogy fordul, valahogy az az érzés kell keletkezzen, hogy jaj, minden elemnek ugyanúgy ott a helye, és hogy így végtelenségig lehessen ezt csinálni. Ezt a kék színt, ezt a halvány kék színt választottam, és a teljes tér ilyen halvány kék. Igen, látjátok, nagyon-nagyon-nagyon széles lesz ez a színpad, és nagyon hosszú, nagyon nagy, óriási.